Akkor jó vadászatot.
Szép volt. Köszi. Amikor rám lőttél, pont akkor kapcsolta ki azért a kislány. Mindent. De tehát így a hadot, a lámpákat, mindent kikapcsolt. Most sem tudtam, mi van. Akkor most visszajönünk? Mindjárt egy szállás várni kell. Ja, bocs. Ami egyébként hajlok arra, amit mondott a Balú, hogy ha valakinek elég üzemanyaga maradt és csinál róla egy screenshotot, ettől majd a jövőben eltekinthetünk. Csak hogy úgy éve Barnára megy haza az egész. Mint én most. Szerintem nem kell aggódni emiatt. Nem, de el tudok képzelni egy hosszabb Su-27-es fajtot. Ja, hogy értem, tehát hogy mind a kettő gazdaságosan játszik, és akkor aha, jó, végülis igen. Hát meg hogy érted, most 2F15 nyilván, vagy hát nem nyilván, de legtöbbször fölmegy magasra és el akarják rendelni Sparrow-val. Ahogy beszállna egy Su-27-es, az jönne Decken, és már is elhúzódó lehetne a kör. Igen, végül is igen.
Na, de ennyit erről túl gyorsan szálltam meg. Mi megtörted a kereket? Ja, kidurran. 170-ről raktam meg. Még belefér, ha nem vagy egybe és megállsz. Nem tudom, hogy slide-olgatok, és akkor megáll gyorsan. Jó, töltöm újra a mapot. Mire megláttam, mert késő volt. Szép volt. Nem jelzett az RVR? De jelzett, de hát már hiába csináltam akármit. Én azt hittem egyébként, hogy simán kikerülöd a föld közelbe, hogy elveszti a trekkelés, de tévedtem én. Nagyon élegszög, nagyon magas ávával jöttem, nem tudtam volna. Tehát hiába, nem beláttam a hegy mögé. Tehát így már ráláttam a hegyre, és akkor vettem észre, hogy akkor el akar menekülni a hegyek között. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor vagy most, vagy soha. Most volt, de szép volt. Köszönöm. Ügyes taktika volt egyébként, csak F-15 ellen ez... Tehát azóta már azért mondom, hogy ennyi, hogy fönt voltam magasan. 24-5 ezeren voltam fönt, tehát így onnan láttam, hogy lefele mész, mondom, mit akarsz csinálni, akkor biztos, hogy mész a hegyek közé. És gondoltam, hogy addig még gyorsan rád fordulok, meg rád nézek, amíg még látlak, és hát ez volt a mázlim. Aha. Mire én már, mire befogtalak, addig a pont megkaptam a raksit. Igen.
kilépetek akkor, ugye? Nyugodtan, persze. Feltéve, hogy Zoli nem veri oda most jobban a leszállásnál, mert akkor lesz még fordul. Erre nem tudok mit mondani. Drukkolj, hogy oda verjem. Landing.